Minden, ami jelszat. Sziasztok! Ma egy a csatornámon új készítőtől mutatok be egy ilyat, amely használti, és sok év után eljutott hozzám is, és az értékelése is a videó végén figyelembe veszi azt, hogy egy régóta készített konstrukció, és a lövések száma hatalmas benne. Centauriak közül ma egy középkori magyar éj lesz kipróbálva, amely 48 font erőt fejt ki 28 hüvelykes húzás hosszon. Mielőtt folytatnám a videót, szíves figyelmetekbe ajánlom a feliratkozást, mert csak így sikerül minél több emberhez eljuttatni az ijászatról szóló videókat, és ha tetszik, ha nem, azért a like gombra kattintsatok rá. A videó megosztása nagyon nagy mértékben segíti ennek a csatornának a növekedését, és így több emberhez juthatnak el többek között ijászattal kapcsolatos információk. Köszönöm szépen! Az én nevem Attila és a Gálor Finn nevű YouTube csatornámat nézitek. Mielőtt nekiugranánk az íjnak, egy kis ismertetőre hívlak meg, Molnár József íjkészítőről mondanák néhány szót. Már fiatalon megismerkedett az íjászattal, és egy idő után elkezdett üvegszálas íjakat készíteni saját maga és a barátai számára. Mivel a fa megmunkálása mindig kedves volt számára, maga mint esztergálás, fa faragás, az íjkészítés folytatása magasabb szinten csak idő kérdése volt. A Centaur vesszőkkel, íjakkal idáig 5 Európa bajnoki címet, melyek közt 2014-ben a World Archery 3D EB címét is elnyerte, és többszörös országos bajnoki címet, európai és országos csúcsokat ért el 3D terep és pálya íjászatban is. A sok év versenytapasztalat és a faanyagok megmunkálásának szeretete segítette magas mértékben az általa készített íjak minőségének és teljesítményének kiemelkedő szintét elérni, mind a tradicionális longbow, reflex íjak és a vesszőkészítés terén is. A Centaur íjakat egyénre szabja minden rendelésnél, és az íjkészítés soha nem akart a tömeggyártási szintre emelni, ami egy nagyon dicsérendő dolog. A Molnár József által készített íjakat a készítő, hagyományőrzőknek, kezdő és versenysport íjászoknak is ajánlja. Meg vagyunk a kis ismertetővel, amely szerintem fontos, mert így kaptok egy képet az íjkészítőről, akit én nem ismerek személyesen még, de remélem valamikor lesz erre is lehetőségem. A középkori magyar típus az első tervezett íjak egyike, amely formája megosztó volt a múltban, de mára sokan készítenek hasonló vonalvezetésű formabontó íjakat. Leírások szerint egy gyors, pontos íjászbarátinak kellene lennie, de ezt a videó végéig megtudom és mesélek róla nektek. Ami számomra nagyon érdekes, az az első felajzás utáni érzés volt, amit úgy írhatnák le, hogy mikor ezt az íjat néztem, az erőt sugározta, olyan, mintha egy elpusztíthatatlan zúzógépet, egy harckocsit láttam volna magam előtt. Ez az íj sugározza az erőt és a brutalitást. Ha ilyen és hasonló fegyverekkel harcoltak, nagyobb, persze, hogy nagyobb fonterőben, akkor az ellenséget szerintem kirázta a hideg ezen fegyverek láttán. A szarvaknál nagyon érdekes ez az idegakasztó, amely meg van erősítve, és egy hurzsáma is található a szarvon, amely plusz dinamikát ad majd lövés közben az íjnak, és stabilabbá teszi a lövést. A bandázs rusztikus, és látszik rajta, hogy meg van csinálva rendesen, nem csak dísznek van a szarv köré tekerve, mint ahogy láttam egy másik íjkészítőnél, ahol nem volt egyáltalán feszes a bandázs, viszont ez nagyon korrektül néz ki. A karok a markolattól keskenyednek a szarvak irányába, de nem túl agresszíven, és így megmarad a makányos látványvilág, ami tényleg más korszakot idéz. Kicsit szélesebbek a karok, mint ahogy én elvárnám egy modern íjtól, de egy régebbi konstrukcióról van szó, és a középkort is valamikkel idézze, szóval itten nem fogok kötekedni. A markolat masszív, sőt számomra túl sok, de ez nem számomra készült, szóval ennyi. Ahogy látjátok, van rajta egy bőrborítás, de nem sokáig, mert miután eltávolítom, kényelmesebb lesz számomra lőni vele. A markolat mellett nagyon szép rusztikus a bandázs, és egy kis részen megjelenik a precízen összerakott, ragasztott átmenet a karok irányába. Az íjon találunk egy logót a Centaur márka jelzéssel, viszont az erőforrás nem volt feltüntetve, ezt én írtam ma az íjra, hogy tudja a következő tulajdonos, mennyi az annyi, persze meg is mértem. Az ideg fel van szerelve egy anyagból kialakított göbbel, ami számomra egy nagy plusz, és az így tartós zsák nagyon jó minőségű és tetszik. Ami hiányzik számomra, az egy ideg húrakasztó, de ez is csak egy modernebb elvárás a részemről. De akkor kezdjük a legelején a technikai adatokkal, még mielőtt lőnénk vele, ismerjük meg az íjat közelebbről. Centaur középkori pusztai magyar íj. Ennek az íjnak az ereje 48 font erő, 28 hüvelyes húzás hosszon. De ahogy már megszokhattátok, megnézzük mennyi is a növekedés 30 hüvelyken.
Az I-54 fonterőre erősödött fel 30 hüvelyes húzás hosszon. Az I-at lehet rendelni 20-tól 60 fonterőig, és szerintem itten mindenki megtalálja, amit keres. Az ajánlott maximális húzáshoz 30 hüvelyk és... Szállt el a legjobb bambuszvesző, 3 veszőt lőttem ki, ezek távlövő bambuszveszők. Inkább... Elsősorban a saját véleményem az utóbbi, és nem fizetett senki, hogy szépeket mondjak erről az íról. Jól teljesít ez az íj, meglepően jól. Az első lövések dinamikája, sebessége, sokszor akott íj benyomását kelti, egy mindent elbíró, mindent szétszúzó fegyver. Nyugodtan tudom ajánlani haladó, sőt tapasztalt sportiászoknak is, a Molnár József Kenta úr középkori pusztai magyariat. Aki ezt a modellt válaszol, nem fog csalódni, mert egy nagyon szolid konstrukció. Remélem lesz lehetőségem újabb generációs íjakat kipróbálnom a Kenta úr palettájáról, így a változásokról is tudnák beszélni, mint anyaghasználat és apró simítások, változások. Egy utolsó tanács a kezdő és nem csak kezdő jászok számára, amelyet egy barátomtól kaptam, Olá Robertől, nagyon nagy az igazság benne. A legtöbb helyzetben nem az az íj lesz jó neked, amelyik tetszik, és pont ezért funkcionalitás szerint kell keresgetni, próbálgatni azt az íjat, amely a legjobban szerepel abban a kategóriában, amit te a legjobban szeretsz és legjobb akarsz lenni. Természetesen kell a gyakorlás, ha valamit más szintre akarunk vinni, és ez az íj nagyon jó társunk lehet ebben az útban. A leírásban megtalálhatjátok az elérhetőségeit Dodesznek. Ha tetszett a videó, akkor jöhet a feliratkozás, a like és a megosztás nagyban segíti az algoritmus jobb működését, úgyhogy hajrá! A komment szekcióban várom az észrevételeket, köszönöm szépen a megtekintést!